Pécs számos pontján találkozhatunk fenyőfaárusokkal. Már csak néhány nap van karácsonyig, választék azonban akad bőven. Ez a pécsi hölgy már megvásárolta az idei karácsonyfát. Azt mondja, a műfenyő szóba sem jöhet. Csak is élőfát, szeretem az illatát. És karácsonyfa nélkül nincs karácsony. És van kedvenc fajtája esetleg, amit minden évben ugyanazt vásárol? Hát régebben lucfenyőt vettünk, most már egy kicsit jobb minőséget kerestünk, de kicsit. Ketten vagyunk a párommal. A pécsi belváros egyik legforgalmasabb kereszteződésében árulja a fenyőket Darázsi Róbert. Azt mondja, ezúttal is a megszokott választékkal készült a vásárlóknak. Egy-három méteres fák közül válogathatnak az érdeklődők. Több nemes fajta is van, mint például a Nordman, az ezüst vagy a szerb lucfenyő. Választék mondjuk ugyanaz, mint a korábbi években. Annyi, hogy az árak egy picit nőttek. Tehát ilyen méterenként ilyen 1000 forintok kerültek rá. Ugye a költségek megnőttek, az üzemanyag, a helypénz nagyon-nagyon drága, tehát itt brutális helypénzárak vannak, ezeket valahova rá kellett raknunk. Különben nem érte volna lejönni meg árusítani a fát. Jelenleg a legnépszerűbb fajta az import Nordman fenyő, bár az árfolyam változás miatt akár 20%-kal is drágulhatott ez a fajta. Méterenkénti ára így elérheti a 7-8 ezer forintot. A lucfenyő méterenként 4-5 ezer forintba, az ezüstfenyő 5-6 ezer forintba kerül idén.